Pap Robert, a város író pedagógusa keze alatt folyamatosan újabb és újabb versek születnek. Jelenleg is egy verses köteten dolgozik, ahol szerzőtárs Markó Viktorral fogott össze, aki, mint megtudtuk, először gyermekének írt pár sort egy szabaló versenyre, ami olyan jól sikerült, hogy utána már többször tollat ragadott. Láttam, hogy véletlen vagy nem véletlen, de a versék 90%-a állatokról szólnak, tehát csupa verseket írt, és akkor az az ötletem támadt, hogy, hogy akkor legyen ez egy olyan kötet, amiben csak állatos versek vannak a gyerekek számára. Főleg az óvodás és kisiskolás korosztálynak írtuk ezeket a verseket. És akkor hát utána nekem volt ugye a feladatom, hogy gyorsan nekem is utól kellett érnem. Nem szerettem volna olyan, olyan verseket kiadni a könyvben, amiket már régebben megírtam. És Gyorsan hozzáfogtam a munkához, és csupa állatos verseket írtam. Így fog összeállni 50 versből a kötet, melynek a címe Ez állati. A kötet úgy fog kinézni, hogy 25 vers Viktoré lesz, 25 vers az enyém. Egy-két vers hiányzik már csak egyébként a kötetből. És hát sokáig gondolkodtunk, mi legyen a címe. Én is mondtam ötleteket, ő is mondott, és a végül az ő ötlete nyert. Az lesz a címe, hogy Ez állati. Rövid, tömör, kis lényegre utaló cím. É, mindenféle állat szerepel majd benne. Bálna, bagoly, süni, elefánt, egér, kutya, cica, liba, stb. stb. Az új könyv érdekessége lesz, hogy valószínűleg helyi iskolások rajzai díszítik majd az oldalakat. A címlapot pedig Cselik Róbert, szintén neves művészünk fogja elkészíteni, akinek már bemutatkozó kiállítása is volt városunkban. Viktoró még annyit kell tudni, hogy nagyon-nagyon várja ezt a kötetet, akárcsak én természetesen mert hát ez számomra is igen megtisztelő, hogy, hogy, ilyen klassz, csodás versek mellett szerepelhetnek az én verseim. Másrészt pedig neki ez az első nyilvános megjelenése. És majd szeretnénk egy picit reklámozni ezt a kötetet, azzal, hogy, hogy Kalocsán is a művészklubban szeretnénk majd bemutatni, egy ilyen íróolvasó találkozó keretében. A tervek szerint ősszel már kapható lesz az új állatverses kötet.